Sziasztok, Talmácsi Gábor vagyok, a BMW Motorrad Magyarország nagykövete. Hogyha nem pályamotorozom, akkor a városi motorozást választom, amelyhez két típust fogok a mai nap kipróbálni és összehasonlítani, a BMW legkisebb városi motorjait, a BMW G310R-t és a BMW C400X robogót, amelyet köszönök szépen a BMW Wallis Motorradnak. Először bemutatom nektek a BMW G310R-t, amely egy 310 köbcentis négyütemű egyhengeres motor, 6 fokozatú váltóval, és hát ez egy nagyon könnyű motor, csak 160 kg, azonban 34 lóerő. Ez azoknak való az a motor, akik imádnak motorozni, mert nagyon nagy élmény vele menni. Maga a vázgeometria, az üléspozíció, nagyon jó manőverezhető a motor. Elől-hátul ABS-es, kétszemélyes motor, széles abroncsokkal, tehát nagyon jól tapad, és nagyon jó lehet vele motorozni. Nagyon hasonlít génjeiben az S1000R-re, a sportossága, az első futóműnek a külső része, és lényegében ugyanúgy három különböző színben lehet kapni, az itt látható fehér, piros-kék BMW matricákkal, a Cosmos Black és a teljes piros verzió. Azért tetszik különösen, mert nagyon jó a futóműve, nagyon jók rajta a fékek, egy könnyű motor, jól kontrollálható motor, nagyon könnyen kanyarodik, és én két személlyel is próbáltam, és rendkívül nagy élmény az utasoknak is. A másik modell, amit szeretnék bemutatni, a BMW C400X. Ez egy közepes méretű városi robogó, három színben elérhető, nagyon jó, könnyen irányítható, nagyon fürge, és ugye általában a robogóknál ki lehet emelni azt, hogy a lábvédelme miatt sokkal biztonságosabb, mint egy más típusú motor. Rendelkezik a BMW Connectivity-vel, amely egy gyönyörű kijelző. Van kormányfűtése, ülésfűtése, és a tárhely pedig a sisakok számára igen nagy. Rendelkezik az egyedülálló BMW FlexCase technológiával, ami egy nyitható csomagtér, és így akár két sisakot is el lehet helyezni a motorba. Én a városban imádok ezzel közlekedni, nagyon trendi, megfelelő a szélvédelme, akár márciustól, október végén, november közepéig is lehet ezt a motort használni Magyarországon. A két motor különbsége még az, hogy ugye a Roadster és a robogó között, hogy a Roadster motornál a lábunk az a motoron kívül helyezkedik el, míg a robogónál a motoron belül, tehát így a lábvédelem jobb, hogy menet közben azt kell mondjam, hogy a robogó egy fokkal biztonságosabb.